hogy kint vannak ezek a parkkörök, tudod, most építjük ott azt a parkot, mert leraktunk egy csomó ribizibokrot. Mi a szar kávékat csinálok, úgy utálom, hogy nekem kell csinálnom a kávémat. Nem csinálsz nekem egy kávét. Most egy csomó változás van így az életemben, ez egy kutyapárt, meg sümeg. Hát így évek óta nem beszéltem a kukámmal, és most itt megjelent. Ha valakit nem tudsz vetni, akkor... Gyomrom is fáj, egyszerűen nem tudok normálisan kajálni, mindig menet közben kell. Ja, nem vagyok ilyen ló, kell. Hogy ilyen menet közben kajálja. De hogy vagy ló, persze, hogy nem vagy ló, ugye? De egy bocs, félbe szakítottál. Ja, semmi baj. Kurvára ja. Sietnem kell, amúgy van egy ilyen gender studies órára megyek. Gender studies órára. Első óra, igen, és nem szabad elkésni. Az első, jó, igen. Akkor... beszédidőt használtak a férfiak is. Tehát amikor ők voltak a 70%-nak, azt ítélték ők egyenlőnek. Nem, ők jelezik, hogy szeretnének mondani, kérdezni, mondani valamit. Tehát ők nem csak úgy egyenesen mondat közepében. Tehát ez elmondható, hogy a nőket gyakrabban félbeszakítják a férfiak, mint a nők. Hogy van-e kutatás arra, hogy férfiakat, nők vagy férfiak szakítanak félbe gyakrabban? Ezt már tudjuk, hogy ez biztos, hogy így van, akkor a fordítottja az nem lehet igaz. De ez nem a fordítottja, elmondom még egyszer. Tehát nem, mert tényleg bonyolult, na de hát ez tudomány, szóval jó, hogy bonyolult, hogy ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy a nőket a férfiak gyakrabban félbeszakítják, mint a nőt. Tehát egy nőt mondjuk átlagosan... Igen? Igen, bocsánat, hogy félbeszakítom. Vagy úgy érzem, hogy ez ilyen férfi-női, tehát úgy értelmezem én, aha, hogy egy férfi-női beszélgetésekről aha szól ez. Amikor csak mutat, egy nő egy férfi. És azt mondja, hogy egy nő egy férfi beszélget, és mondjuk a férfi gyakrabban félbeszakítja a nőt, mint a nő a férfit. Egy ilyen kutatási szituációban. Igen, lehet, hogy ez csak akkor van, amikor a kutatók ott vannak, az nem lehet? Tehát a teljes kutatás csak erre az lenne, hogy megnéznénk, hogy két nő milyen gyakran szakítja egymást félbe, az ugye valahányszor félbe szakítják egymást, akkor mindig egy nő szakított félbe egy nőt. Tehát... Van ilyen, hogy tényleg ezt is akartam kérdezni itt ezen az órán, hogy van ilyen, hogy férfi agy meg női agy? Van, a nyelv tekintetében történetesen van, tehát van. Egy valamit kirepett át, itt hátul a két agyfélteke, ahol össze van kötve ideg pályákkal, ezekből az ideg pályákból a nőknek sokkal több van. Ez igazságtalanságnak tűnik valamennyire. Igen. Ez igaz biológiai? Tehát ez tudományosan bizonyított tény? Innen származik. Lányok hamarabb érik el a írás-olvasásban és azért beszédfejlődésben gyorsabbak, mint a fiúk. Szegregált osztályok kének, hogy a lányok gyorsabban haladhassanak, nem? Lehet, hogy már 15 évesen munkába állhatnának a lányok. De megrekedünk egy olyan témán, ami... Ami nem fontos, de miért az nem... Nem fontos, csak néha úgy gondolom, hogy talán egy kicsit megyünk tovább. Jó, jó. Akkor nekem kéne kevesebbet beszélnem, most tőle, vagy nekik többet? Fölteszem a kérdést, akkor a jelenlévő nőknek, hogy eldöntjük-e, hogy a Feri most nem szólalhat meg, negyed óra hosszat nem szólal. Ne negyed óra hosszat, csak jelentkezés, felszólítása, és miért nem szólal fel? Nem, most én radikális szeretnék, hogy negyed óra most ő nem beszél. Az óra előtt kellett volna hozni egy konszenzust, hogy hogyan fog lebonyolódni ez a forgatás, ami itt van most itt lent, meg az óra. Tehát, hogy tényleg, hogy beszél, jó, nem ez tudom, ilyen mennyire beszéltetek tényleg az Évával. Ja, mi dumáltunk előtt. Most nem beszélhetsz. Ja, bocs. Nem szavazták meg, nem? Jó, még nem volt. No, akkor fölteszem szavazást, hogy akkor elfogadjuk. Neki nem kell ebben a konszenzusban részt venni? Nem, ez is tűnkebb. Kimegyek pisilni, és amit bölcsöltek a sorosfogat. Na és akkor itt már adunk is példát rá éppen, amit leírtam, ez egy kérdéses kérdéses kérdésben, hogy...